Én nagyon szeretem ezt a hivatást, ami a szőlő és a bor termeléséhez kötődik, és mindig is bennem volt az a alkotóvágy, hogy minél finomabbat, minél nagyobb ajándékot tudjunk adni a fogyasztóknak. Egy ilyen nagyobb cégnél tudtam elkezdeni a pályafutásomat, mint egy alkalmazott. Én nekem az anyagi lehetőségem azért nem tette azt lehetővé, hogy létrehozzak egy birtokot, de az, hogy nagyon szerettem, amit választottam, vagy amit kaptam a gondviselő Istennel, az biztos. És végső soron egy felkérésre lett megalapítva a Szent András szőlő birtok. Tehát egy társam lett, aki az anyagi lehetőséget biztosította egy szőlő birtoknak és egy pincészetnek a felépítéséhez, és én pedig dolgoztam, és dolgozom a mai napig is. Amikor megalapítottuk a birtokot, ez egy első számú dolog volt, minden erőnkkel, minden tehetségünkkel és minden tapasztalatunkkal ezt a bort szeretnénk szolgálni. Nagyon-nagyon fontosnak tartom a bornak az üzenetét, egyrészt azért, mert én akarok üzenni, másrészt pedig azért, hogy fennmaradjon egy birtok, fennmaradjon egy borvidék, vagy akár a magyar borászat. Olyan termékeket kell előállítanunk, ami érdeklődése számot tartó, olyat, ami vonzó. Ezért kellett ebben az irányba elmennünk, és olyan gondolatokat, olyan szavakat szeretünk volna a címkére rátenni, ami tényleg vonzó, amin elgondolkodik mindenki. Profán és szakrális értelme is elgondolkodik. Tehát elgondolunk azon, hogy mit jelent az örökké, a szeretettel, a boldogságos, az áldás, a valóban méltó. Tehát ez tök szép dolog. De mi volt itt a nagy kulcs? Én nekem az fontos volt, hogy értse a fogyasztó, és ezért írtuk rá ezeket a magyar gondolatokat, és én úgy gondolom, hogy ez már egyértelműen a misszió része és a profétai tevékenység alapjait letettük ezzel. Ahhoz, hogy ezt a nagyon izgalmas hivatást lehető legbékésebben tudjuk megélni, én hát gyakorlatilag most már 10 éve alapvetően abba állok bele, hogy nagyon sok ilyen kihívást gondviselő Istenre bízok. Amikor Athos-hegyén voltam, óriási élmény volt, hogy magyar nyelven megkérdezhettem egy szerzetest. Romániából ment el Athos-hegyére, és tudott magyarul, és nagyon fontos kérdésem volt az, hogy mi az első és legfontosabb, amit egy embernek meg kell cselekedni, vagy meg kell élni. És azt mondta, hogy mindig Isten jelenlétében kell lenni. És ez nyilvánvalóan a munkára is érvényes. Tehát amikor kihívások vannak, vagy feladatok, már pedig van bőven, megrendítően újszerű feladat is, amit el sem tudok képzelni, hogy lehet megoldani, ahhoz egyébként mindig kapunk erőt is. Nekem ez a, ha szabad így mondanom, módszerem, hogy tudom azt, hogy meg kell cselekednünk, és meg kell oldanunk feladatokat, de ha nem sikerül, vagy nem úgy, ahogy én elképzeltem, mert az rendszeresen van, azt mindenképp a gondviselő Isten akaratának tudom be. Vagy így, vagy úgy. Azért, hogy tanuljak, hogy jobb legyek, vagy azért, mert ő ajándékot ad. A napi imádságban 4 fontos dologra mindenképp koncentrálni szeretnék. És ez gondolom az egész életét befolyásolja az embernek. Szent Efrém imájában van egy ilyen, hogy ajándékozni inkább szolgálnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és szeretet lelkét. Nyilván ahol ott van a szeretet és az az alapmotiváció, akkor minden rendben van. De így kompletten ezt a 4-et összefoglalva, ez valójában a jó, kitartó, állhatatos, értékes munkára nevel. Most tehát ez jutott eszembe, ami kihagyhatatlanul fontos az én életemben, mert ebbe kapaszkodok. A hagyomány egyrészt nem véletlenül alakult ki, és nem véletlenül őrződött meg. A hagyomány ez nagyon-nagyon fontos az ember életében, az emberiség életében is fontos, itt látjuk. Ha csak a szent hagyományra gondolunk, látjuk. Van változhatatlanul komoly értéke, és van olyan, amit
innovatívan kell kezelni, és nyilván korszakosan kell megformázni. Egy egri bortermelő, aki ide születik, és látja, hogy közel 1000 éves szőlőborkultúránk van, van egy olyan bormárkánk, amit Magyarországon mindenki ismer, aki megélt jobbat, rosszabb időszakokat, és ennek az üzenete nagyon komoly, márpedig a Békavér üzenete az az volt, hogy a pince legjobb bora. Arra fogunk koncentrálni, kötelességből is, hogy ezt a bort a tehetségünkhöz képest a legjobban megtermeljük. Ugyanakkor van benne gyarlóság is. Mégpedig az, hogy valójában ezzel különlegesek tudunk lenni a világpiacán. Ennek nincs vetélytársa az egri Békavérnek. Nincs. Van egy hagyományunk, amely egyedivé tudja tenni a borainkat, hát akkor ennél nagyobb áldás nem is kell egy bortermelőnek, úgy gondolom. Thank you.